Ajtolt a mezőny. Nagy izgalommal várjuk a befutót. Az Európai Diáksport napján sárkányhajók suhantak a csónakázó tavon Székesfehérváron pénteken délelőtt és délután. Az általános iskolások a kisdiák vegyes kupán álltak rajthoz, miután az instruktorok jóvoltából gyors talpaló sárkányhajós kiképzésen vettek részt. A legjobban arra kell figyelni, hogy maradjanak csendben elsődlegesen a gyerekek. Ugye nagyon sok hajó elvez együtt, és nagyon, mindenki nagyon hangos. És a kormányosok próbálnak mindenkit túllicetelni, de azért nagyon fontos, hogy figyeljenek oda, amit mondanak. Ez az elsődleges szempont. A kormányosokon kívül a dobosokra is komoly feladat hárul, hiszen a dobjelzés adja meg a ritmust az evezősöknek. Dobolni kell egy ritmusra, amit a vezetőnk ad, és hogy arra a ritmusra fognak evezni a többiek, amit én dobolok. A különböző iskolák pedagógusai szerint a sárkányhajózás kiváló csapatépítőként szolgál a gyerekek számára, amellett, hogy fizikailag is igénybe veszi őket. A gyermekekkel már tavaly is részt vettünk, nagyon nagy számmal, 5-től 11. évfolyamig vonultunk ki ma is. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Nebuló kupában a 11-eseink az aranyérmet elhozták, úgyhogy nagyon szeretjük az evezést, nálunk a Comeniusban rafting táborokat szervezünk, szoktuk kihozni a csónakázótóra is őket kenúzni, úgyhogy köszönjük a városnak és a Sárkányhajó Szövetségnek ezt a rendezvényt. Az általános iskola felső tagozatosainak szóló Nebuló Open kupát a Comenius angol-magyar kéttanítási nyelvű gimnázium parancsnokok csapata nyerte, a kisdiák kupát pedig a Comenius felfedezők csapata viherte haza. A kisiskolások versenyét követően a magyar egyetemi főiskolai országos bajnokság futamai következtek 200 és 2000 méteren, az esemény pedig eredményhirdetéssel és díjátadóval zárult. A Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke elmondta, sikeres napot tudhattak a hátuk mögött, és eredménytől függetlenül minden csapat nagyszerűen teljesített. Szép eredmények születtek, nyilván aki győzött, az örül a győzelemnek, de ugye itt most ez a MEFOB döntő, ez különlegesen fontos, hiszen ennek volt ugye egy előzetes verseny Győrben, az első forduló és a Fejvári a döntő. A díjakat Jánosi Péter elnökkel együtt a város alpolgármestere Mészáros Attila adta át. Az összesített eredmények alapján harmadik lett a Szegedi Tudományegyetem, másodikként a Széchenyi István Egyetem csapatának hajója ért célba. Az első helyet pedig a Pécsi Tudományegyetem hallgatói szerezték meg. Szombat délelőtt pedig a felnőttek vették birtokukba a tavat, ennek keretében a Depónia és a Városgondnokság amatőr csapata is vízre szállt.